akkor megfogom, és megállítom. Már újra próbálnak a Hegyalja Népi Együttes tagjai. Sátoraljóújhely közel 50 éves tánc csoportja táncaival nem csak hazánkat, hanem Európa, Ázsia és Afrika országait is bejárta. Hazai eredményei között számos fesztivál nagydíj, első helyezés és külön díj szerepel. A népi együttes az elmúlt években ugyan nem szűnt meg, de működése nem volt tökéletes. Idén azonban új lendületet kapott, és felmenő rendszerben elkezdődött a néptáncoktatás a művelődési központban. A művelődési központ részéről mindent megteszünk annak érdekében, ezt el is mondtam a oktatóknak, hogy a minél több embert motiváljunk, hogy a önkormányzati költségvetés támogatás mellett mi is pályázunk, maga a művelődési központ, és a maga ennek az oktatásnak a technikai hátterét, akár legyen az egy ruha, egy fellépésre történő szállítás alkalmával történő anyagi fedezetét próbáljuk biztosítani, és nyáron pedig szeretnénk tánctábort szervezni részükre. A felnőttek 10-12 párral kezdték meg a próbákat Horváth Csaba irányítása mellett. Nyitott fülekre talált a régi táncosok, meghallgatták a kérésünket, és eljöttek táncolni, így elmondhatjuk magunkról, hogy a 80-as évek elejétől nem volt ilyen korosztályú Hegyalja Népi Együttes, mert most felnőttekből áll az együttes. Az óvodásokból álló Csicsergő Néptánc csoportot továbbra is Zelina Zoltánné vezeti, míg egy korosztállyal feljebb lépve az általános iskolások oktatásának feladatát az örökös aranysarkantyús táncos Linyánszky Tamás kapta meg. Visszatértünk a régi eredeti felálláshoz, amikor mindig is a Hegyalja Népi Együttesek volt egy utánpótlás csoportja, és elindítottuk, mi is elég szép számmal jelentkeztek a gyerekek. Most egy 2 hete kezdtük el Kishegyalja néven, és hát természetesen az a cél, hogy egy utánpótlást biztosítsunk a nagy együttesnek. Az új elszerveződött Hegyalja Népi Együttes első bemutatkozása Miskolcon, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kereskedelmi és iparkamara bálján volt, melynek Sátoraljóújhely volt a díszvendége. Jövőbeni célként a Zemplén Nemzetközi Néptánc Fesztiválra való magasfokú felkészülés vezéli az együttest.